hazánk időjárásában a hétvégén és egyébként a következő bő egy hétben érdemi változásra, illetve különösebb kiemelendő eseményre nem kell számítani. Késő nyári meleg, összességében nyugodt időre készülhetünk. A hétvége mindkét napján napos időre számíthatunk az ország területén gomoly felhőkkel, de ezek a gomoly felhők az ország döntő részén nem adnak majd csapadékot. Szombaton helyenként az északi középhegységben és a nyírségben, valamint kisebb eséllyel a Dunántúlon. Vasárnap pedig szintén az északi hegyvidéken, továbbá az észak-alföldön lehet néhol, tehát kis számban futó zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szelet zivataroktól függetlenül többnyire csak élénk szőlőkések kísérhetik. A csúcshőmérséklet mindkét nap 24 és 28 fok között alakul. Nagyobb tavaink közül a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó is 22-23 fokos, a hétvégén sem várható ebben jelentős változás. A mediterrán térségben is hasonló a helyzet. Szombaton ugyan mind a nyugati, mind pedig a keleti területeken több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, de alapvetően napos, gomoly felhős, kellemesen meleg időre számíthatnak a nyaralni indulók. Vasárnap viszont nagyobb számban záporok, zivatarok inkább már csak a spanyol területeken valószínűek, keleten már a napsütés lesz túlsúlyban. A földközi tenger vizeinek hőmérséklete továbbra is döntően 25-26 fok közelében alakul, de a török, a ciprusi és az izraeli partok mentén inkább a 28-29 fokos vízhőmérséklet a jellemző.